nagy felháborodást váltott ki az ANTS közleménye vagy nyilatkozata, amely szerint az elektromos cigaretta káros az egészségre. A témában tegnap a Korányi Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk, aki egyrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy ellenőrizetlen mennyiségű nikotin van az ilyen cigarettákban, és ez mérgezés veszélye fenyeget. Másrészt legalább 25-30 olyan rákkeltő anyag is található ezekben a termékekben vagy a készülékekben, amiknek a mikro részecskéi letapadhatnak a hörgőnkre. De most felidézzük pontosan, hogy miket is tudtunk meg tegnap. A nikotin önmagában komoly probléma, ugyanis az adagja, ez meglehetősen szabályozatlan, ami az elektronikus cigarettákban van. A mellékhatásoknak, azoknak a súlyos mérgezési tüneteknek, amikből most havonta több mint 200-at jelentenek például Amerikában be erről a szerről, az e-cigaretta használata után jelentkező tünetek nagyon jelentős része a nikotin mérgezésnek, különböző fokozatú nikotin mérgezésnek a tünete. Akármilyen elektronikus cigarettát vizsgáltak, azokban legalább 25-30 féle rákkeltő anyagot találtak. Van már bizonyíték, hogy igenis, hogy változik a DNS állománya, igenis, hogy vannak a daganatképződésben is ismert DNS törések a hörgők falán. És az is tudott, hogy ez egy ilyen ultrafinom részecske, amit lelélegeznek az elektronikus cigarettából, ami pont a kicsi rész miatt rendkívül finoman és gyorsan átmegy a tüdőn, és megy egyenesen a keringési rendszerbe, jut be az agyba. Tegnap vendégünk is meglepődtünk, igen. Kemény mondatok. És szerintem most is az meglepetés. Pivko Krisztián a vendégünk, a Villanypára Egyesület szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt meg szabad kérdezni, hogy az önök szervezete pontosan kiket képvisel? Elvileg ugye egy civil szervezetről van szó. A Villanypára szervezet az elektromos cigaretta használókat tömöríti, és az elektromos cigaretta... De miért kell szervezetbe tömörülni? Hát 2012 megelőzően, illetve 2012 környékén kezdődött ugye hazánkban az elektromos cigaretta üldözése, és akkor már létezett az Egyesület. Jó ötletnek tűnt, hogy a felhasználókat... Tehát nem a gyártók vannak? Nem. Ezek a fogyasztókról szólnak, felhasználókról, rólunk emberekről szól, és észszerűnek tűnt, hogy egy civil szervezetbe tömörüljünk, és adott esetben így tudjuk... Arról beszélgetünk Nórival adásra, hogy olyan fura, hogyha valamelyik gyártó háborogna egy ilyen kinyilatkoztatás miatt, mint amit az ANTS tett, azt értenénk, de hogy egy civil szervezetnek az miért fáj, ha valaki azt mondja, hogy ez káros, hiszen ettől még ugyanúgy megvásárolható, elérhető, tehát tudják használni. Hát ez azért elképesztően felháborító, mert itt ember életekről van szó. Tehát ha besározzák, befeketítik mindenféle tényhamisítás segítségével az elektromos cigaretta veszélyességét, rettenetesen eltúlozzák, akkor dohányosokat tántorítanak el attól, hogy kipróbálják az elektromos cigarettát. Na de bocsásson meg, most említett az imént, hogy civil szervezet, önök nyilván lehettek önök között orvosok is, stb., de akik megszólaltak, meg az ANTS képviselők, és akik az első közleményt kiadták, szakemberek. Itt most azért a TBC pulmonológiai intézetnek a stratégiai igazgatóját se szólalt meg, tehát szakemberek. Nem gondolom, hogy olyan információt mondanak, ami nem valós. Hát az a helyzet, hogy minden, ami elhangzott az ANTS és a Dohányzás Fókuszpont közös közleményében, illetve minden, ami a tegnapi nap az adásban elhangzott a hölgy részéről, tudományos tények segítségével cáfolható. Tehát nem túlzok, ha azt mondom, hogy alapvetően hazugságról van szó. Hát elég meredeken hangzik, de akkor tételesen nézzük végig. Igen. Tehát bizonyított az, hogy az, amit mondott a hölgy, az nem igaz? Vagy pedig csak nincs bizonyíték arra, hogy valóban káros lenne? Rengeteg tanulmány áll rendelkezésre, amely tudományos tényekkel bizonyítja az állítások konkrét ellenkezőjét. Oké, nézzük, tehát elhangzott például, hogy nagyon sok nikotinmérgezéses esetet regisztráltak az Egyesült Államokban. Hát az a nagyon sok, ez havi 200, ha megnézzük azt, ez csúsztatás. Elhiszem, hogy 200-at regisztráltak, ez egy nagyon durva csúsztatás. Amerikai populáció népességéhez képest és erre a mérgezéses hotline-ra befutó, havonta befutó hívások számához képest, ami közel 200 000, az a 200 igencsak elhanyagolható szám. Na jó, itt ugye a hölgy azt az esetet említettem, amikor valaki mondjuk egy kisgyerek elfogyasztotta a kapszulában lévő nikotint, ami nyilván egy végletes formája, de hogy ebből azért lehet arra következtetni, hogy hosszú távon, hogyha valaki az elektromos cigaretta formájában viszi be a szervezetébe azt az adag nikotint, akkor az évek alatt akár, és ugye erről még nem nagyon lehet kutatás, hiszen, hogy mondtad, mióta létezik elektromos cigaretta? 2007 óta van jelen Magyarországon, és kb. 2005 óta létezik. Tehát egy viszonylag friss termékről beszélünk még.
A nikotinról nagyon sok mindent tudunk, és nagyon örülök, hogy felhozta azt a tragédiát a kisgyermek mérgezésével kapcsolatban, mert ott sem arról van szó, mint amit a hölgy elmondott. Tehát ott egy nagyon durva csúsztatásról van szó, a hölgy ugye azt állította, hogy a kisgyermek elfogyasztott egy nikotinos kapszulát, és ebben halt meg. Követjük folyamatosan a sajtóban megjelenő híreket és eseményeket, az ügyben nyomozás történt. A nyomozás lezárultával megállapították, hogy a konkrét esemény, ami történt, az volt, hogy a gyermek édesanyja a tömény nikotinkoncentrátumot kupak nélkül nyitva felejtette, ott hagyta a konyhaasztalon, majd elment vásárolni. Jó, tehát ez egy eléggé szélsőséges eset, most akkor vegyszerekbe is belemehetnénk, ezt most inkább hagyjuk. Az egy megdöbbentő információ volt a tegnapi beszélgetésben, hogy az, amit belélegzünk mi, akik nem fogyasztjuk, csak egyszerűen a dohányos közelében állunk. Az például, ugye, mivel glicerin tartalmaz, letapadhat a hörgőkre, ugyanolyan veszélyes önre nézve, aki szívja, rám nézve, aki kénytelen vagyok. Erre mi az önök válasza? Hát egyrészt ugyanaz a glicerin, amit most megpróbálnak rossz fiúként beállítani, a pulmonológiai intézetben a COPD-s betegeket pontosan ugyanilyen glicerinnel párásítják az általuk beszívott levegőt. A glicerin, mint olyan, jóval nagyobb részecskéket képez, mint a dohányfüstben található részecskék, és ezek nem tapadnak le a tüdőben. Hát nem tudom, megint itt én csak laikusként nézhetem, hogy nyilván egy orvos mondta ezt, hogy letapad, akkor én nem merném ezt megcáfolni, hát, de azért, bocsánat, más, ugye azzal volt a problémája a doktornak tegnap, hogy az a mennyiség nem ellenőrzött, tehát hogyha a POCD-s betegeknek a szervezetét nézik, ott nyilván ellenőriznek, hogy ők mit adnak hozzá. Itt meg épp az volt a probléma, hogy nem, ön erről mit gondol? Hát mind a glicerin, mind a propilenglikol, ami ugye az elektromos cigaretta utántöltőjének az egyik legnagyobb mennyiségben jelenlévő alkotóeleme, mind a kettő előszeretettel használt, mind a gyógyászatban, mind az élelmiszeriparban, mind a kozmetikai iparban, és bizonyított tény, hogy semmiféle sejtelváltoztató, rákkeltő egyéb hatása nincsen. Megtalálták a két legártalmatlanabb anyagot alapvetően, amivel az ég egyet a világon semmi gond nincs. Szólt még az ízesítésnél használt ketonról például, ami szintén egy problémás vegyület lehet. Ezzel kapcsolatban mi az önök álláspontja? Hát a keton az egy összefoglaló, több száz anyagot magába foglaló csoport. Igen. És ennek egy része problémás, egy része nem problémás. Az elektromos cigaretta utántöltőit az élelmiszer minőségnél lényegesen tisztább minőségű aromákkal ízesítik. Ki ellenőrzi egyébként az elektromos cigit? Tehát mióta létezik, mondjuk 2005-2007 óta, meg kell felelnie valamilyen elvárásoknak, mint ahogy az élelmiszereket és a gyógyszereket, ugye tudjuk, hogy forgalomba hozattal előtt nagyon komoly vizsgálatoknak vetik alá. Tehát az e-cigi esetében volt ilyen valaha is? Hatósági szabályozás eleddig nem történt, ugye ez most van folyamatban, az Európai Unió felől jön a dolog. A gyártók és a forgalmazók igazándiból egy önszabályozó folyamatot indítottak be, és egy nagyon komoly normakontrollt és minőségi kontrollt gyakorolnak saját magukban. Krisztián, csak még annyit, az ANTS-nek vagy bármely hatóságnak miért lehet érdekében, hogy ellenreklámot mondjon? Én nem szeretnék spekulálni, de igazándiból ezek a szakértők, és én nem vagyok sem orvos, sem egyéb, miközben az egészségügy ludítáivá degradálják magukat ezekkel a hamis kijelentésekkel. Alapvetően szerintem arról van szó, és tényleg nem szeretnék spekulálni, hogyha minden ember már holnapra abba hagyná a dohányzást, akkor a dohányzás fókuszpontnak holnaptól nem lenne munkája. Éves szinten körülbelül milliárdos forgalmat bonyolít az az ipar, ami a dohányzás miatt kialakult betegségeket kezeléseire hivatott, és ez rengeteg pénz. Azt hiszem, hogy egyszer le kéne ülni együtt a két oldalak, szerintem mi adnánk is terepet erre, hogy megnyitassák. Azt nagyon megköszönnénk, mert mi nagyon régóta próbálunk egy nyílt párbeszédet folytatni az illetékesekkel, akik ezelől elzárkóznak. Köszönjük szépen, hogy itt volt, Krisztián. Nagyon szépen köszönöm. Irány a konyha. Aztán a biztosítási csalásokról beszélünk.